Köszöntöm Önöket a nap híre adását. Látják, bemutatom vendégeinket jobbról balra. Ábrahám Júlia az LMP volt elnökségi tagja, Holoda Attila energetikai szakértő volt államtitkár, és Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter, volt MSZP-s miniszter, politikus, és mint volt nemzetbiztonsági kabinett tagja, ugye? Vezetője. Vezetője ráadásul, mert erről is szó lesz, hogy ugye a nemzetbiztonsági kabinet is megalakul a következő kormányban. De hát ugye mindarról szó esett Áder János és Orbán Viktor találkozóján, nézzük. Már az országgyűlés alakuló ülésének összehívásával egyidejűleg felkértem Orbán Viktor miniszterelnök urat a kormányalakítási tárgyalások megkezdésére. A negyedik alkalommal kaptam fölkérést arra, hogy megalakítsa Magyarország soron következő kormányát. A felkérést Áder János köztársasági elnök úrnak tisztelettel megköszöntem és el is fogadtam. Ígéretet is tettem a köztársasági elnök úrnak arra, hogy odaadással és hűséggel fogom szolgálni Magyarországot. 7 politikán belülről érkezett tagja lesz a kormánynak, és 7 a politikán kívülről érkezett tagja. Az új kormány legfontosabb feladata a fölfogásom szerint Magyarország biztonságának és keresztény kultúrájának a megőrzése lesz. Ígéretet tettem arra is, hogy minden eszközzel érvényt fogok szerezni a magyarok április 8-án kinyilvánított akaratának, és a 2/3 arra fogom használni, hogy a 3/3, vagyis Magyarország minden polgárát szolgáljuk és szolgáljam. Érzékelik-e a vendégek, hogy eddig a miniszterelnök nem a 3/3 szolgálta, mert hogy ez ugye egy bejelentés, tehát ilyen szempontból egy új novum. Mutatni provokáció ilyen értelemben saját magával szemben, hiszen akkor eddig nem azt szolgálta, holott azt mondta, hogy negyedszer kap felkérést erre. A dolog sokkal inkább érdekesebb abból a szempontból, hogy mit nevezett a legfontosabb feladatnak, sem az egészségügy, sem az oktatás, sem egyéb más, mondjuk a szegénységgel kapcsolatos dolog az nem számított, egyedül Magyarország biztonsága. Az lehet, hogy átmeneti, vagy átvitt értelmében, átmeneti, ez hülyeség volt, átvitt értelmében a szociális biztonságot, az egészséghez való jogot is jelenti, nem? Hát szerintem megengedő vagy ebben a dologban, hogy ezt is bele. Kétharmad után az ember már megengedő. Kétharmad után, igen. Normálisan jelenthetné egyébként a biztonsági érzetet, hiszen ezek olyan fontos az emberi létet, életminőséget meghatározó tényezők, amelyek egyébként számítanak, de ne reménykedjünk, Orbán Viktor ezt azért kevéssé érdekli. Őt az érdekli, hogy erő, biztonság, üzenet, és megvédünk mindenkit. Ami a 2/3 vonatkozik, és a 3/3, ugye furcsa elszólás ez, mert neki 2/3 csak a parlamentben van. A parlamenten kívül nincsen 2/3. Én azt szeretném, hogyha az országot szolgálná, és az ország állampolgárait, benne engem, és mindazokat, akik itt ülnek, hogyha a 3/3 szolgálja, akkor engem nem nagyon nyugtat meg, hogy a parlamentben ülő összes képviselőt fogja csak szolgálni, mert úgy látom, hogy különösen ellenzéki oldalon azért akadoznak a dolgok. Én úgy látom, hogy lehetett volna gesztust tenni már, nyilvánvalóan akár a struktúrát újra gondolva, hiszen azért volt egy-két olyan nemzeti minimum, akár az oktatásban, akár az egészségügyben, amelynek, hogyha valamilyen fajta megfontolása, például egy önálló egészségügyi minisztériumot figyelembe vett volna, akkor azt már úgy tudjuk kezelni, hogy igen, valószínűleg nem a saját erőpolitikáját fogja folytatni, hanem esetleg az ellenzéki és a szakmai javaslatokat figyelembe veszi. Egyelőre ennek még nyomát sem látjuk. Egy egészségügyi szakszóvivő egyébként ebbe a biztonságba beleérti az egészségügyi ellátás biztonságát? Nagyon meg kell erőltetni magam, hogy belelássam. Értem. Mi azt kérdeztük önöktől, hogy önök szerint ez a kijelentés az újabb 2/3 és a 3/3, ez mit jelent? Mit gondol a miniszterelnök ígéretéről? Tettük fel a kérdést, és 13% azt válaszolta, ahogy látják is, hogy elhiszi, hogy a miniszterelnök gyakorlatilag a teljes ellenzéki palettát kiszolgáló, vagy azt körülvevő holdudvart is, szavazóbázist is fogja szolgálni, és 87% azt fejtette ki, hogy áll de hogy.
vissza is kapcsolunk a stúdióba, mert kielveztük a lila és a kék színeket, de hát a nézők is azt mondják, hogy ez számukra még nem volt meggyőző. Az a kérdés, hogy az új struktúrában mire lehet számítani, akár gazdaságilag? Tehát, hogy ha jól figyeltük, akkor jön egy új csúcsminisztérium, egy ilyen fejlesztési, innovációs csúcsminisztérium, mert elég sok területet magába fog szippantani. Ráadásul lesz egy egészségügyi miniszter egy humán tárca élén. Jól figyeltük? Hát eddig ez rendben van, tehát ezzel nincsen alapvetően problémánk, sokkal inkább azzal van problémánk, hogy amik üzenetek eddig érkeztek, hogy mi lesz például a kormányzati prioritás. Például azt hiszem, hogy Orbán Balázsnak volt egy olyan sajtótájékoztatója, amikor azt üzente, hogy ebben a kormányzati ciklusban stratégiai kérdés az EU-val való viszonynak a rendezése. Na most sokkal szimpatikusabb lett volna, hogyha azt mondja, hogy ebben a kormányzati ciklusban a stratégiai kérdés az egészségügy helyzetének rendezése. Tehát igazából tényleg azt Orbán számít... Orbán Balázs, ő a század véges? Orbán Balázs a miniszterelnöki hivatal államtitkára. Igen. Tehát már ott egy olyan lebegtetés volt témaként, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a következő ellenség az az Unió. Ugye már az ENSZ az már felmerült ellenségként, tehát egyfajta bizonytalanság, az Unióhoz való viszonyunk, ez egy nagyon aggasztó nyilatkozat volt szerintem, és ehhez képest teljesen másodlagos, hogy most a miniszter egyébként egy orvos. Én visszakerestem, 87%-os az uniós tagságnak a hazai támogatottsága, ami nagyon magas. Igen. Nem? Tehát egy ilyen... Szerintem magasabb ez, mint annak idején. Amikor népszavaztunk, ez annál is magasabb. Ez biztos abból következik, hogy az emberekben azért benne van az a félsz, amit itt sokan, sokfelé sajtótermékek is mondanak, hogy esetleg az lehet a célja a miniszterelnöknek, hogy kivezesse az Unióból az országot. És miközben arról beszélt a miniszterelnök, hogy ő pontosan megértette, hogy milyen programot adott felhatalmazást a szavazás, én valójában nem értettem meg, mert nem volt programjuk. Tehát ahhoz biztosan kapott egy felhatalmazást, csak elég nehéz számomra megérteni. És ahogy azt is látjuk, meg most is elhangzott, hogy 7 pártpolitikán kívüli miniszter lesz, és 7 nem. Hát hogy mondjam, a 7 pártpolitikán kívülitől várná az ember, hogy a szakember. Azokról nagyon hamar kiderült, hogy egyébként még a pártpolitikusoknál is lojálisabbak a miniszterelnökhöz, és a szakmai múltjukkal kapcsolatos elképzelésekről meg sokat nem tudtunk meg. Nyilván ennek is megvolt az oka, hogy most az egészségügyi miniszter vagy emmi miniszterről miért ennyi olyan dolgot szedtek össze, ami aztán nem igazán azt támasztja alá, hogy ő nagyon szakember lenne, de mondjuk az említett fejlesztési vagy innovációra irányuló politika esetén sem gondolnám azt, hogy azok a kiválasztott szakemberek, azok olyan nagyon sokat letettek volna ezen a szakterületen az asztalra eddig. 4 évvel ezelőtt, a választás után nem sokkal Orbán Viktor azt mondta, megnyugtatandó a külföldi partnereket, hogy ne azt figyeljék, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit csinálok. Na most az elmúlt 4 évben megmutatta, hogy mit csinál, ne legyen senkinek kétsége, ez fog folytatódni. Az a fajta erőpolitika, az a fajta magatartás, amit eddig is mutatott, és a politika alapja, ezt itt meg is ígérte, és egyébként a lépések is erről szólnak, a migrációval szembeni álhatatos és kitartó küzdelem, aminek az a következménye, hogy a propagandagépezet itthon továbbra is fenn fogja tartani a fenyegetettségérzetét, a veszélyeztetettségérzetét, megint lesznek aktuális ellenségek, akik le akarják győzni Magyarországot, és ők pedig meg fogják védeni az országot ezektől a gonoszoktól, remélvén, hogy az emberek majd a következő 4 esztendőben is ugyanúgy honorálják, mint eddig. Mielőtt a kúria véleményébe belevágunk, vagy a kúria álláspontjába, azelőtt ugye ez, amit idéztem, ez egy medián felmérés 2017 novemberéből, ez a 87%-os támogatottság, de ha jól értettem, akkor inkább Brüsszellel kapcsolatban ezt a harcot említi a miniszterelnök, nevezetesen, hogy idegeneknek nem szolgáltatjuk ki az országot, és nem engedünk annak a nyomásnak, hogy bárkit betelepítsenek ide. Ezt a rádió interjújában a 180 percben is megerősítette, hogy keresztény demokráciát építünk, és megvédjük ezt a világot, ami most van. És brüsszeli tagság felmondása nem jön szóba ilyen szempontból. Jó, világos, persze. Csak mindazok a lépések, amik eddig történtek, meg például a Brüsszellel kapcsolatos valamennyi megjelenésük, akár Brüsszelben is. Gondoljunk csak legutóbb, ugye a Szijjártó Péter külügyminiszter, ahogyan
zsigerből visszautasított mindenféle kritikát, és azt azonnal erre a megvédjük Magyarországot kategóriára vezetik vissza, holott ennek az egész dolognak semmi köze ahhoz, amit ők megvédés alatt legalábbis propagálnak. Arról nem is beszél, hogy nem nagyon ostromolják a migránsok Magyarország határát, és valahogy április 9-én úgy hip-hop elfogytak a közmédiából és az ezzel kapcsolatos hírek, aztán persze visszajöttek, és manapság már megint láthatjuk. Ezzel együtt a sokkal inkább számomra elfogadható lenne, hogy oké, van valamilyen álláspontjuk. De amikor kritikát kapnak, akkor ne menjünk már mindig vissza ugyanoda. Tehát, hogy mindig visszaszaladunk Ádámhoz és Évához, nekik az Origo stílszerűen is, meg képletesen is jelenleg a migráns kérdés, és mindent erre vezetnek le, miközben jogállamiságról, a hatalmi ágak szétválasztásáról volt szó, arról, hogy milyen a sajtószabadság helyzet a Magyarországon, stb. Na, ez a hatalmi ágak szétválasztása. Egy mondatot, hogy ne feledjük, megint ez a, ne azt nézzétek, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit csinálok, közben beengedtek 1500 migráns, tehát kiadták a letelepedési engedélyt, miközben az én ismerős azok azt gondolják Orbán Viktorról, hogy Ádáz ellenfele ennek a történetnek, a közben ő minden szívfájdalom nélkül beengedte, aláírta, mellevelet adott, ennyit a kettős beszédről és az önmagatartásukról. Hát nem beszélve arról, hogy a Genfi egyezmény alapján ezeket az embereket be kellett engedni. No pláne. Ugye? Egy percünk maradt erre, hogy Orbán Viktor szerint intellektuálisan nem nőtt fel a kúria ahhoz a helyzethez, hogy a levélszavazatok megsérült borítékjaira hivatkozva a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, amely úgy foglalta el, hogy ezeket nem lehet beszámítani, mert érvénytelen szavazatok, hogy ezeket jóvá hagyja és jogerősíti, magyarul nem vizsgálja fel a jogerős döntést. Az a kérdés, hogy lehet értelmezni egy nullanapos miniszterelnök hatalmi ágak szétválasztása szempontjából is értelmezhető mondatát az intellektuális hiányára. Hát ugye már féltünk előre, és már felreppent a hír, hogyha meg lesz a következő kétharmad, akkor azért itt a bíróságok önállósága komoly veszélybe kerül. Tehát az, hogy elkezdődött a kúriának a bírálata, ráadásul egy ilyen drasztikus módon, én azt mondom, hogy ez nem túl jó előjel. A hatalmi ágak szétválasztása már nyomokban sem érhető tetten a napi gyakorlat szintjén. Szóval ez a mostani hozzáfűzni valója a miniszterelnöknek, én azt gondolom, hogy ez nagyon kellemetlen a jövőre nézve. Egy Handó Tündével súlyosbított bírósági szervezet, ha még egy vezetőpolitikustól, a legerősebbtől egy ilyenfajta üzenetet kap, az valóban félelemkeltő. Egy törékeny asszony, nem fogalmazhatunk ki, egy súlyosbított. Jó. Tényszerű, maga a tevékenysége viszont elég súlyos és erős volt. Csak szurkolni tudok az Országos Bírói Tanácsnak, hogy ennek a nyomásnak ellen tud állni. Én mindig jókat derülök, amikor annak a kormánypártnak a vezetőjétől hallom az intellektust emlegetni, ahol a kormánypárt alelnöke Németh Szilárd, és a legsikeresebb, leggazdagabb oligarcha az Mészáros Lőrinc a maga intellektusával. Kósa Lajos most nem igazán akarnám említeni meg a Nemzeti Bank elnökét. Tehát szeretem, amikor ilyen nagy szavakat szeretnek használni a kormánypárt köreiben, különösen a miniszterelnök, talán időnként jó lenne, hogyha saját köreibe is körbenézne. De ez a négy tagból álló Catenaccio, ez azért mondjuk a kúria intellektuális bázisához képest természetes, hogy azért nyilvánvalóan reszeszként zár, nem? Abszolút, tehát sokkal magasabb szintre van, valószínűleg nem is lehet egy szinten őket kezelni. Világos. Azt láthatták a híradóban, hogy helyzet van a Kossuth téren, kicsit feldolgozzuk a történetet, és aztán kikapcsolunk a helyszínre. Egy dolgot kell biztosítani a rendőrségnek, hogy az országgyűlés működése zavartalanul megkezdődhessen. Szakmai kérdésnek nevezte a hét közepén a Fidesz leköszönő frakció vezetője a Kossuth tér lezárását az alakuló ülés napjára. A hatóságok először a parlament közvetlen közelében húzták meg a zárás határait, majd néhány nap múlva már a teljes Kossuth tér körbe kordonozásáról döntöttek. A terrorelhárítási központ az utolsó pillanatban még tovább növelte a tüntetések elől elzárt terület nagyságát. Kerestük a tekket, de adásunkig nem válaszoltak.
A TASZ szakértője szerint azonban a TEK lezárás közvetlenül nem érintheti a már korábban bejelentett és engedélyezett tüntetéseket. Természetesen ugye fizikailag ez nyilván megoldást igényel, és azért a rendőrségnek itt nagyon fontos feladata van, hogy egyszerre szerezzen érvényt a személyes létesítménybiztosítási intézkedésnek, és biztosítsa azt, hogy a tudomásul vett tüntetéseket meg lehessen tartani. Jöjjenek el minél többen, legyünk személy mind egy láncnak. A parlament köré bont élő lánc így mindenképpen feláll majd hétfőn este 6-kor, például itt is a Kossuth téri villamosvonalánál. Helyszínen van tudósítónk György Gabriella. Szervusz Gabi, mik a legfrissebbek? Szervusz András, üdvözlöm a kedves nézőket. Körülbelül most egy 80-an, 100-an lehetnek itt a téren. Ugye hivatalosan 6 órakor kezdődött volna el az élő lánc. Ennek egyébként egyelőre a jelei nem mutatkoznak, hiszen a szervezők maguk is csak pár perc érkeztek ide. Ők azok, akiket mindjárt megmutatja a kollégám, lila, illetve zöld mellényben láthatnak, és ők azok, akik szervezik, ők a főszervezői az élőláncnak. Hivatalosan ugye este 6 órától reggel 6 óráig van engedélyük arra, hogy itt tüntessenek. Ugye az előbbi bejátszóban is lehetett hallani, hogy megpróbálták valamilyen módon el lehetetleníteni ezt a fajta tüntetést, de később a TASZ segítségével ez megoldódott. Most is látjuk, hogy erős a rendőri jelenlét. Hivatalosan ugye az országgyűlési őrség is 6 órakor kordon alá kellett volna, hogy vegye a teret. Láttunk is több kordont a környező utcákban, valamint teherautókat is, amelyeken kordonok voltak, de egyelőre ennek sem látom a jeleit, hogy megépült volna a kordon. A TEK maga évfélkor zárja be a teret, illetve nem is a teret, hanem egy jóval nagyobb területet, amint az imént azt láthatták, de ez nem jelenti azt, hogy teljes mértékig elzárják a területet. A TEK engedi ki és be az embereket igazoltatás után. Az országgyülési őrség azonban se ki, se bent nem engedi az embereket. Egyedül az élő lánc tüntetői vehetnek itt részt a Kossuth téren. Egyelőre 80-an, 100-an vannak, és még nem történt semmiféle élő lánc. Te találkoztál-e olyannal a civil összefogás kerekasztalból, aki a pártszékházakat járta végig, és esetleg csatlakozik az élő lánchoz, hogy van-e hír arról, hogy a petíciót átvevő pártok hogy reagáltak arra, hogy ne vegyék át a mandátumukat a képviselők? Nem találkoztam még senkivel azok közül a résztvevők közül. Az 5 órakor vette kezdetét az a rendezvény, és ugye végiglátogatják az összes ellenzéki pártnak a székházát, és annak hivatalosan 7 órakor van csak vége. Tehát hogyha csatlakoznak, egyébként én erre látok esélyt, hiszen mondta az élőlánc főszervezője, hogy a civil ellenzéki kerekasztallal folyamatosan párbeszédben vannak és kommunikálnak, tehát én erre látok esélyt, de az csak 7 órakor veszi kezdetét. Kedves Gabi, akkor ér véget az a rendezvény, tehát azután igen, tudnak csak csatlakozni. Kedves Gabi, visszakapcsolunk, amennyiben valami kezdődik ott, és megmutatjuk a nézőknek, hogy ne maradjanak le. Köszönöm szépen. Ugye azért érdekes az élőlánc kontra kordon kérdés, mert úgy nézett ki, hogy fifikásan kivédik azt, hogy kordonbontásra kerüljön sor. Mégis most egyfajta húzavona kezdődött, hogy ugye az előzetesen bejelentett tüntetések és a tekes felvonulás, amely éjféltől kezdődik el, és 6 órakor 6-ig tart, ha jól tudom, nem, 11-ig délelőtt. Szóval, hogy ez hogy aránylik egymáshoz, mert azért van egy kis átfedés, majd azért tisztázzuk. A 8 évvel korábbi eseményekhez képest ennek már teljesen más a hatása, a mostani kordonbontási, vagy de 12 évvel ezelőtti már az időben is tévedek hatás. Annak idején, amikor Orbán Viktorék bontottak, 2007. február 2. Köszönöm szépen, igen, akkor az volt az üzenete, hogy a politikusok minden szívfájdalom nélkül és minden következmény nélkül áthághatják a törvényeket, lehet kordonbontani, anélkül, hogy egyébként bárkivel szemben bármi eljárás indulhatna. A mostani kezdeményezés a sokkal inkább egy ilyen politikai dac. Az a fajta üzenet, ami akkor nagyon erős volt, mára szertefoszlott, hiszen a Fidesz minden létező törvényt és szabályt már megszegett, áthágott. Most már az egész társadalom tudja, hogy a politikusokat, különösen a kormányzati politikusokat gyakorlatilag szabály nem köti.
Igazából én csak ott vagyok bizonytalan, hogy megengedheti-e magának a kormányzat ezt a fajta hozzáállást, hogy a tüntetőknek nem egyértelmű, hogy mihez van joguk, vagy mi lesz az a terület, ahol tüntethetnek. Tehát itt egy meglehetősen nagy összevisszasság van ebben a kérdésben. Mutatom azért a nézők kedvéért, hogy fogják lezárni nulla órától a Kossuth teret, hogyha egyébként párhuzamosan, amit Júlia mond, tudnak arra is figyelni, a nők és a férfiak. Uh-huh. Igen? Tehát szerintem az nem elfogadható, hogy a tüntetők jogait korlátozzák, és egyfajta bizonytalanságban tartják. Én ezt tartom ennek a tüntetésnek a legfőbb üzenetének, hogy igenis legyenek egyértelmű szabályok, hogy a tüntetők ezt megtehessék. És hát ugye a kordonbontás meg annak kérdés, hogy egyáltalán milyen kordonokról lesz szó. Uh-huh. Tehát, hogy elbontható-e, nem bontható-e, tekesek lesznek, tehát nem tudjuk ennek sem a részleteit. Ennek megfelelően a parlamenti képviselők, úgy tudom, hogy a Jobbik készül kordonbontásra, az LMP képviselők is folyamatosan kapcsolatban állnak a jobbikosokkal, de ott is zajlik még a bizonytalanság, mert nem látják pontosan, hogy mi fog holnap történni. Közben a stúdióban láthatóak az élő láncképei, a parlament épülete körül, és a háttérben biztosító rendőrök, mert végül is lehet. Kicsit túlzottnak tűnik ez az egész elődemonstráció. Ugye az, hogy az országgyűlés munkáját nem lehet akadályozni, stimmt. Az országgyűlésnek saját őrsége van. Az a feladatuk, ugye az utóbbi időben más hallottunk, hogy mint hogy a házelnök újabb és újabb fegyvereket vásárolt nekik. Ott vannak a rendőrök, ugye a készenléti rendőrök, és a terror elhárítás, mint olyan már önmagában benne van a nevükben az egy kicsit, hogy most akkor terroristák gyülekeznek itt élőláncot vonni körüljük, vagy mi lesz ez? Én arra leszek még kíváncsi, hogy miféle fegyverarzenállal fog felvonulni a TEK, hiszen a karácsonyi vásárnál azt láttuk, hogy páncélosszállító harcjárművek tanyáztak a Vörösmarty tér mellett, és ehhez képest ez egy sokkal nagyobb demonstráció, elég furcsának tartom ezt, és talán mondjuk úgy, hogy túldimenzionáltnak, de hát te vagy a szakértő ebbe fel. Ez a megfélemlítés szolgálja. Valószínűleg nem a parlament és a parlamentben dolgozók biztonságának védelme a fő ok, hanem sokkal inkább az a fajta üzenet, hogy az erő velünk van, jó lesz félnetek, és egyébként meg tartsatok attól, hogyha itt bárki bármilyen rossz gondolatot dédelgetne, akkor itt vagyunk mi, a TEK, az erős csapat. Egyébként a közösségnek és a tüntetőknek, a demonstrálóknak a megjelenése az lélektanilag fontos dolog, mert hathat a képviselőkre. Azért mondom, hogy hathat, mert én annak idején átéltem a tévészékházba bezárva, hogy milyen az, amikor kívülről ostromolják. Annak idején a parlamentben is átéltem, hogy milyen az, amikor permanens demonstrációval, megemlékezve az én felmenőimről közléseket kaptunk, és ezek mind megérintik az embert. Jó volna az, hogyha a fideszes többség szembesülne azzal, hogy a kétharmad helyett a háromharmad szimpátiának, támogatásának a megszerzése azért az feladatokkal jár. Feri, 1990. októberében az ország kapott leckét abból, hogy felelős erőszakszervezeti vezetők hogy viselkedhetnek egy civil követeléseket támasztó tömeggel szemben. Tehát, hogy nem alkalmaznak erőszakot. Tényszerű. Egyébként pedig a köztársasági elnök is inkább az amnestia mellett foglalt állást. Ugye ez a precedens azért élő, és mégis hogy lehet azt egy politikusnak, aki okosan akar viselkedni, hogy egy ilyen típusú potenciál van a kezében, és mégis arra használja, amire kell, és nem pedig erődemonstrációra. Tehát hol válik el a kettő egymástól? Ugye a mentalitásban van óriási nagy különbség, egy alapvetően szabadságpárti nyitott politika az nagyon nehezen nyúl bármilyen erőszakhoz. Miközben pedig azok a kemény, hogy is mondjam, csak ilyen diktatórikus attitűddel rendelkezők pedig nagyon szívesen, akik meg akarják mutatni, hogy én vagyok a rettentően erős, és emiatt hordják oda az erőszak szervezeteket. Nem azokra kell haragudni egyébként, tehát nem a rendőrre, nem az őrségre, egyszerűen azért ők feladatot teljesítenek, oda vannak parancsolva. Azokat kell kárhoztatni, akik oda parancsolják őket.
hiba most ott van. Megpróbálom még egyszer megmutatni a nézőknek, hogy az előbb látott képhez képest, ami a híradós anyagban volt, hogy tervezik lezárni a parlamentet és környékét. Ez azért van így, ez a piros vonalon belüli terület, hogyha majd a nézők is láthatják, mert hogy igen, egy kicsit kinagyítom, hogy ezt lehessen látni. Mert hogy hagyományosan azzal kezdi a Fidesz a parlamenti ciklusát, hogy a Hold utcai református templomban gyűlik össze Isten tiszteletre a képviselőcsoport, és onnan megy át a parlament épületébe, az alakuló ülésre, tehát azt a területet, azt a vonulási területet is biztosítja majd a rendőrség az ő erőivel. Ugye itt több utalás is történt arra, hogy keresztény demokráciát építünk, és hogy nekünk nagyon fontos még az is, hogy az állam is jelezze, hogy világnézetileg nem semleges, hanem elkötelezett. Mit gondolunk erről? Arról magáról, hogy a mise után vonulnak át? Hát, nem tudom, hogy ez része ennek a... Valószínű, hogy valami fajta ennek ilyen, a karórögzítésnek. Biztos valami demonstratív része. Szerintem ez egy jó indoklás ahhoz, hogy meg lehessen hosszabb, vagy ki lehessen tágítani ezt a szép vörös területet. Én nekem ilyenkor mindig az jut eszembe, amikor látom, hogy a kanadai miniszterelnök ott futkorászik a fiatalokkal, és megáll velük, vagy lemegy épp a metróba. Neki semmi félnivalója nincs, akkor most mitől félnek? Az egyébként a többség által megválasztott képviselők. Tehát, hogy nem értem ezt a fajta riadalmat, és én gyanítom, hogy nem is riadalomról van szó, hanem sokkal inkább az lehet, amit Feri mondott, hogy erődemonstráció, megmutatni mindazoknak, akik bármire készülnek, hogy az erőn velünk van, és nem félünk használni. Ez a rossz. Szóval az Angela Merkeli keresztény demokráciától félnetek nem kell. Az Orbánitól, meg annál inkább, és nagy valószínűséggel Angela Merkel is kikérné, hogyha tudná, hogy a keresztény demokrácia nevében itt a politika mit csinál. Én azt gondolom, hogy ennek ellenére, ami zajlik, tehát mindenfajta lezárások és bizonytalanság kelt, és ennek ellenére nagyon fontos az, hogy ezek a holnapi tüntetések, ezek megfelelő számban és részvétel mellett megtörténjenek. Ahogy említette az előbb is, hogy ez a kormány tényleg csak az erőből ért. Tehát ezeknek a civil tüntetéseknek a fenntartása szerintem egy nagyon fontos kérdés, és mind a pártoknak is a maguk erejével hozzá kell ehhez járulni, és fenn kell tartani ezt a nyomást, ameddig csak lehet. Mondjuk az üzenetek konkrétságával talán lehetne egy kicsit még finomítani a dolgot, mert az, hogy mondjuk pártatlan közmédia, mint követelés fellép, az egy dolog, de hát esetleg egy kicsit konkrétabbá tenni, mint hogy minden nap egy órát az ellenzéki párt a Kossuth Rádióban kap valamit. Tehát akár egy konkrét 12 pontot felsorolni, hogy akkor mit szeretne most ez a tömeg. Uh-huh. Mert a tömeg létezése és fenntartása, ez nagyon fontos dolog, csak ki kellene kristályosítani az üzeneteket. Bár ez egy ugye szerkesztői szabadsággal merőben ellentétes adminisztratív rendelkezés lenne azt követelni, hogy az ellenzék fixen kapjon egy órát valahol. Finomítsa, legyen szíves, ezt hogy akkor ez... Ezt már Hanki Selemér sem tűrte Antal Józseftől, erre emlékszünk, hogy rögzített időben, idősávban, ha az elnök nem szólal meg, ő kapjon egy konkrét nyilván sávot. Másfajta garanciális szabályokat is lehetne követelni, ami belefér még a szerkesztői szabadságba, de hogy az ellenzék gyakorlatilag a közmédiából kiszorult, az egyre nyilvánvaló, és ez valószínűleg folytatódni is fog. És amikor Hatházi Ákos odament, akkor erre hívta fel a figyelmet, így és van. Ezzel megérkeztünk. Másfél év után, igen, és amikor ő társelnök volt, akkor nem hívták, nem. Csak azután, hogy lemondott. Így van. Nézzük az LMP körüli történetet. Ott hagyja az LMP-t Schiffer András. A párt alapítója mindezt Facebook oldalán jelentette be. Posztjában emlékeztetett rá, hogy 2 évvel ezelőtt azért döntött a hivatalos politizálástól való visszavonulás mellett, mert addigra az LMP különböző testületei a párt stratégiájának legfontosabb szövegeit már leverték. Távozásának közvetlen kiváltó oka az, hogy az együtt politikus Szabó Szabolcs csatlakozik az LMP frakciójához. Schiffer szerint már a feledésbe merült a párti elmondata, miszerint van, ami nem eladó. Az LMP közleményben reagált a hírre. Ebben köszönetét fejezik ki Schiffer Andrásnak, mint írták, nélküle ez a párt nem jött volna létre, és ma sem létezne. Júlia, mi az, ami nem eladó? És mi változott? Én nem gondolnám, hogy ez az alapelvez változott.
Amit most András mondott, vagy a Facebook írt. Oldalán kiírt, igen. Igazából azt látni kell, hogy ez egy hosszú folyamatnak az eredménye. Ez 16 tavaszán kezdődött, tehát 2 év volt arra, hogy András fokozatosan, de elég határozottan egyre távolabb került az LMP-től. Elképzelhető, hogy ez az utolsó történés, az utolsó csepp volt a pohárban, de mondom, ez egy hosszabb folyamatnak volt az eredménye, és ahogy az LMP-nek a közleménye is szólt, azt el kell ismerni, hogy Andrásnak elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy Magyarországon egyáltalán létezik ökopolitika, és létezik mondjuk az LMP egy olyan ökopártként, amely mondjuk Közép-Kelet-Európában egyedülállóan elérte azt az eredményt, hogy 3-szor parlamenti frakciót tudott alakítani, és ezek az érdemek természetesen elvitathatatlanok. Az, hogy mi vezetett ide, ez nagyon sokfajta okból áll össze, összetettek a problémák. Nyilván ebből valamennyit Siffer András fontosnak tartott a médián keresztül megosztani a közvéleménnyel, a többi okról nem kívánt beszélni, így ha nem gond, akkor ezt most én sem részletezném. A külső szemlélőknek az a két utolsó csepp, amit említ Siffer András, Ron Werbernek a stratégiai tanácsai és Szabó Szabolcs csatlakozása az LMP frakciónhoz. Ez a kettő úgy kiveri a biztosítékot, hogy azt gondoljuk, hogy hát Siffer Andrásnak máshol nem lehet helye csak az LMP-n kívül. Hát ez egy sajátos kérdés. Én ezt egyfajta ilyen eltartott kisújú entellektuál fanyalgásnak tartom, ezt a két utolsó csepp a pohárban. Érdekes módon, amikor a Fidesz tönkretette, vagy mondjuk a kormánypárt a népszabadságot bezáratta, vagy a sajtószabadság gyakorlatilag kapott jó néhány fülest. Más se hallottunk, mint azt, hogy hogyan kacsint össze például az LMP, bocsánat, én elvitatnám ezeket az érdemeket egyébként, amit Júlia mondott, mondjuk az alkotmánybíró megválasztásánál, hogyan kacsintott össze a Jobbikkal, ott nem jött elő ez a finnyáskodás. Most ehhez képest előjött az, hogy a Szabó Zsolt, vagy hogy Szabolcs. Szabolcsnak a beülése az LMP frakcióba, aki ugye annak idején a szabadkereskedelmi egyezménnyel kapcsolatosan egyet értett azzal, hogy ezt igenis lehet engedni. Én magam a szabadkereskedelem híve vagyok, ebből következően elég nehezen fogadtam már magát azt a fajta tiltakozást, amit ezzel kapcsolatosan az LMP Siffer András tollából. És itt vagy egy tollából. Platformon a kormánnyal is, mert a szabadkereskedelem mondjuk akár jó. Úgy is, mondjuk akár úgy is, mert nem? Én a szabadkereskedelemnek elismerem azokat a visszásságait, amin igenis lehetne szabályozással változni. Mondjuk az, hogy ne nyíljon a szegény és a gazdag rétegek között az az óló, hanem szűküljön, de az biztos, hogy a szabad kereskedelem vezetett odáig, hogy a globális kapitalizmus által mondjuk a világnak elég sok szegény területe, az föl tudott sokkal határozottabban zárkózni. Például gondoljunk csak a távol-keleti országokra, ha nem lett volna szabadkereskedelem, akkor azok sem tartanának ott, nem emlegetnénk az ázsiai kis tigriseket és hasonlókat. Tehát ezt csak így önmagában azt mondani, hogy a Szabó Szabolcsot emiatt én elutasítom, megmondom őszintén, nem tartom az indoklást nagyon helyén valónak. Ha egy alapító pártelnök, ugye aként működött Siffer András nagyon sokáig, ott hagyja a pártját, az azért felér egy lórugással. Mert mindenféleképpen jelzi azt, amit egyébként a közvélemény, meg én magam is sokszor éreztem, vagy gondoltam, hogy ez már nem ugyanaz a lehet más a politika, mint amit adott esetben ő megálmodott. Annak idején Kossáni Kovács Magda egy másfajta kontextusban azt mondta, hogy nem elég tisztességesnek lenni, annak is kell látszani. Én azt gondolom, hogy nem elég meghirdetni, hogy én ellenzéki és öko vagyok, hanem egyébként úgy is kell látszani. Az, hogy egy politikus mikor lép ki a rendszerből, az egy nagyon fontos politikai döntés. Ugye Ron Werber már egy fél éve nincsen jószerivel az LMP környékén, azt most ide citálni az egészen elképesztő, és lényegében Siffer lenéz bennünket, amikor ezt az érvet hozza föl. A Szabó Szabolcsnak a megjelenése a frakcióban sem lehet olyan mértékű. Nyilvánvalóan a belső atrocitások, a belső konfliktusok vezettek oda, hogy elég volt, és itt engedtessék meg nekem egy fél mondat. És az a remény, hogy egy független jogász, majd később esetleg még alkotmánybíró is lehet, szerintem ez is ott van a háttérben.
Erről nyilatkozott több esetben is, hogy nyilvánvalóan nem vállalja el az alkotmány bírói kinevezést. Meg fogjuk látni, és biztos, hogy téma lesz itt a nap hírében, amennyiben erre sor kerül, hogy létezik őt jelölik. Az az összeg, amiért az embernek korpásodik a haja, én ezt szoktam erre mondani. Én is úgy gondolom, hogy sokkal inkább beleférhet ez az alkotmánybírói kinevezés, meg sok egyéb más háttér alkú ebbe a dologba. Tehát én tovább is azt látom, hogy miközben most ugye két ilyen hajánál fogva előrángatott indokot hallottunk, akkor nem zavarta a Schiffer András, amikor mondjuk a Demeter Márta az MSZP-ből átült, meg amikor a hatházi Ákos, aki egyébként az egyik legaktívabb ellenpés volt, mondjuk úgy, hogy talán leghatékonyabb is az elmúlt időszakban. A korrupciót, és volt fideszesként jött, akkor ez nem zavarta. Tehát most mindenképpen visszamegyünk a Kossuth térre, mert összeállt információink szerint az élőlánc. Szervusz Gabi, parancsolj, hogyha látsz valamit, akkor tudósíts minket a helyszínről. Szervusz András, üdvözlöm a kedves nézőket, így van, összeállt az élőlánc. Körülbelül 150-en lehetnek azok, akik itt egymás kezét fogják, illetve van, hogy pihennek, nem fogják az egyik másiknak a kezét, de egy sorfalban felálltak itt közvetlenül a Kossuth térnek a belső felén, tehát közvetlenül az Országház előtt. Pár perccel ezelőtt jött létre egyébként az élőlánc, hivatalosan 6 órakor kezdődött a demonstráció, de ugye picit késve indultak maguk az emberek neki ennek a fajta együttműködésnek. Hivatalos területfoglalási engedélyük reggel 6 óráig van. 3 célt fogalmaztak meg a szervezők, az egyik az, hogy Magyarország is csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, a másik az, hogy térjenek vissza a korábbi választási rendszerhez és a korábbi alkotmányhoz, tehát az alaptörvény helyett az alkotmányhoz. Valamint szeretnék azt is, hogy független és pártatlan közmédia jöjjön létre. Ugye említettem, hogy 6 óráig van területfoglalási engedélyük, az is a tervük, hogy utána átvonulnak a Szent István Parkba, és még egy picit ott maradnak, de 9 órakor átadnak egy petíciót, azt még nem tudják pontosan, hogy kinek, de ezeket a célokat, amiket az imént felsoroltam, ezeket fogja tartalmazni a petíció. Többen könyvvel érkeztek, úgy tűnik, hogy kitartanak, valaki kis széket is hozott, úgyhogy úgy tűnik, hogy hosszú este elé nézünk, de ahhoz, hogy ez körbeérjen ez a kör, azért több ezer emberre, akár 10 000 emberre is szükség van. Most még nem tudok erről beszámolni, hogy ennyien lennének. Ugye korábban beszéltünk arról, hogy van egy másik demonstráció, az ellenzéki kerekasztal, akiknek 7 órakor ér véget a tüntetésük, ugye az ellenzéki pártok székházainál demonstrálnak 7 óráig, és talán ők is csatlakoznak ehhez a tüntetéshez. Mi nagyon köszönjük a bejelentkezést, gondolom a híradóban még frissebb információkat láthatnak a nézők, és hát akkor menjünk tovább, nem fogok idétlenül átkötni, úgyhogy egészségügyről lesz szó. Felélénkült a vita a házi orvosok között, hogy a rendeletben foglalt eseteken kívül miért és miként kérhetnek pénzt betegeiktől. Gyakran emlegetik az orvosi kamara 2 évvel ezelőtti ajánlását, ami az úgynevezett kényelmi szolgáltatások díjazását részletezi. A Népszava szerint akadnak orvosok, akik a rendelőben kifüggesztették, hogy amennyiben csak a beteg kényelme miatt kell a páciens lakására menniük, a szolgáltatás akár 5000 forintba is kerülhet. Egy házi orvos több tucat szolgáltatásért is térítési díjat számol fel a betegeinek. Köztük olyanokért is, melyek nem szerepelnek a térítés köteles ellátásokat felsoroló jogszabályban. Ilyen például a diétás étkezéshez, külföldi munkavállaláshoz szükséges igazolások kiállítása, vagy az elveszett receptek pótlása. Ugye az egészségbiztosítási törvény a háttérjogszabály, az a kérdés, hogy mi számít kényelmi szolgáltatásnak, és mit tehet a házi orvos, ha nem tud lemenni az ember a rendelőbe. Ez teljesen nyilvánvaló, hogy a jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy ezért most a házi orvosok térítési díjat fogadjanak el, viszont a probléma az létező. Tehát itt a szakmának kellene megtalálni egy olyan
javaslatot, hogy hogyan lehetne ezt a problémát is többek között kezelni, hiszen tudjuk, hogy ezért a házi orvosi rendszerrel nem ez a legnagyobb probléma, de ez is egy probléma. És akkor utána, nincs orvos, igen. Hát például ez egy alapvető probléma, és hogyha utána ezt megfelelő jogszabály helyeken keresztül viszik, akkor értelemszerűen már ez egy legális formája ennek, de pillanatnyilag ez nem. Tehát jogi szempontból ez elfogadhatatlan. Mit gondolunk erről, hogy... Én azt gondolom, hogy... lehet ez? Mert elég szűk az a mesdje, ahol meg lehet határozni ezt jogszabályban, nem? Itt sokkal inkább van szó szerintem ügyeskedésről. Néhány orvos leleményesen azt gondolja, hogy ezt így is lehet, a hivatalok pedig a hatóságok és a politika megtűri. Valószínűleg az utóbbiaknak kellene ebben világos és egyértelmű szabályrendszert megfogalmazni, hogy mit lehet és mit nem. Az utóbbi viszont azért nem teszi, mert az egészségügyben nyilván nem ez a legfontosabb probléma, és ha ezzel elkezd foglalkozni, akkor még mellette 26 ezer dolgot is hasonló módon szabályozni kellene, amihez meg szemmel láthatóan sem ingerenciája, sem ereje, meg különben is elindultak már a migránsok. Attila nagy barátja vagy a praktikumnak, ugye, hogyha az emberhez háziorvosként jön a telefon, hogy hát nem tudok lemenni, mert olyan állapotban vagyok. Ugye az csak akkor derül ki, hogy tényleg olyan állapotban van-e a beteg, hogyha oda megy a háziorvos. Jó, de hát ez itt valószínűleg, itt most olyan kényelmi szolgáltatásról beszéltünk, ami nincs benne az alapháziorvos ellátásban. És hogyha az háziorvos azt úgy állapítja meg, vagy mondjuk ő is azt kéri, hogy hagyd ne kelljen nekem ott sorba állni, hanem majd, amikor vége a rendelésnek, akkor jön el doktor úr, és én ezt megfizetem, akkor én amondó vagyok, hogy még ha nincs is szabályozva, meg kell nézni, ezt szabályozni kell, meg kell nézni, hogy hol van az a határ. Hogyha ez valakinek pénzbe kerül, már pedig az orvosnak mondjuk autóval lemenni pénzbe kerül, akkor az teljesen természetes dolog, hogy ő ezért kapjon valami vagy kérje valami juttatást, de ahogy Feri mondta, ezt szabályozni kellene. Szabályozás nélkül rengeteg kis kapu lesz. Most például kényelmi szolgáltatásként sportlövészeti engedélyhez ugye térítésdíj ellenében ad a házi orvos valamiféle tanúsítvány, tehát ilyen kényelmi szolgáltatások legálisan pénzért adhatók. Na, és megnézzük az egyenes beszédet, hogy mi is lesz Egon, már nagyon számítanak arra a nézők, hogy valami jóval frissel kecsegteted őket. Így lesz. Jó estét, szervusztok. Elmondom akkor, hogy például Gyetvai Viktorral kezdünk, ugye a parlament alakuló üléséhez igazítva. Készül mindenki, készülnek a politikusok, készülnek a rendvédelmi szervezetek, és hát nem utolsó sorban készülnek a civilek. Előbb láthatták itt a Naphírében azt is, hogy az élőlánc is létrejött végül, némi üggyel bajjal a parlament körül, és beszélünk arról, hogy mi várható a holnapi napon, aztán erre többször, több módon is visszatérünk majd, de közben vannak más témáink is, például megkezdődtek az idei érettségig. Azt mondják a szakemberek, hogy más tanterv, más oktatás politika, és végre egy minisztérium kellene az oktatásnak. Közben a két szakszervezetben pedig, a két legnagyobban arról beszélnek, hogy a távozó elnököket fideszes nyomulás követi majd, így aztán a két szakszervezet, amelyik eddig viszonylag ellenállónak látszott a kormányzat akaratával szemben, elesik, hogyha így tetszik. Beszélünk majd arról is, mert Mendrei Lászlóval erről fogunk, hogy Kincses Gyulát és Komáromi Zoltánt várva a ti témátokat tudjuk majd folytatni. Utóbbi vendégünk Komáromi Zoltán most is aktív házi orvos, mert megkérdezem, hogy mennyi egy kiszállás és mire számolja el. Állítólag egyébként az egész úgy törvénytelen, ahogyan van, erről is szót ejtünk majd. Azt mondta Horváth Csaba, hogy az MSZP fővárosi képviselője, de hát ezt pontosan tudják, hogy meg kellene süvegelni Orbán Viktort, mert előre látta a 2015-ös menekültválságot, és praktikus lenne az MSZP-nek támogatnia a kormány tervezett alkotmánymódosítását. Ez is téma volt, az is téma lesz itt a mi műsorunkban is, hogy politikai váltás van az MSZP-nél, erről majd a frakcióvezető helyettes Bangónit fogom faggatni. Isten haza csalás, ezt mondja a DK egy kicsikét a régi mondást kitekerve, Orbán Viktor bejelentésére reagálnak így, illiberális állam helyett régi vágású keresztény demokráciát ígér és szeretne. A miniszterelnök Lici Zsolt, a DK országgyűlési képviselő jön el hozzánk, a végére pedig Hont András és Szakonyi Péter, mert hogy hivatalosan is dollármilliárdossá vált Mészáros Lőrinc, ezt éppen az ő saját bejelentéséből tudhatja a világ. Neki gratulálunk természetesen ez a fantasztikus teljesítményhez, és most már azt is tudjuk, hogyha így megy tovább 2024-re, a világ leggazdagabb emberévé válhat Mészáros Lőrinc, erről is fogunk beszélgetni az egyenes beszédben. Köszönjük szépen, Egon, a nézőket biztatom, hogy kövessenek minket. Köszönöm, hogy itt voltak, itt voltatok. Jöjjetek máskor is, viszlát!